Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy a felirat is mutatja, a caps lock és az insert letiltása lesz a mai téma, ami egy elég érdekes, bár nem minden nap előforduló feladat. Miért kellene valamelyik billentyűt letiltani? Azért, mert sokszor zavaró, hogy véletlenül megnyomja az ember a caps lockot, és utána nagybetűvel ír, vagy az insertet, amit igazából nem sokszor használunk, de szövegszerkesztésnél a folyamatos felülírást fogja adni, ami lenyomás után esetleg kényelmetlen lehet, hiszen ha beszúrni szeretnél valamit, és utána véletlenül lenyomod, akkor felülírja az eredeti szöveget, ami nem kívánatos. Azaz jó lenne letiltani. Természetesen mondhatjuk azt is, hogy figyelj oda, ne nyomkod feleslegesen, de előfordult velem is többször, hogy én ezeket megnyomogattam, és utána csak bosszúság volt az egészen. Azaz gyakorlatilag leszeretném tiltani. Első körben ismerjük meg azt a mechanizmust, ahogy a billentyű lenyomása és a megjelenítés, a kép, vagy a feladat megjelenítés betűkép, vagy a feladat megjelenítés között mi történik. Ha a billentyűt, akármelyiket lenyomod, az generál egy kékkódot, azaz egy kulcskódot, ami egy szám. Azaz a billentyűzet nem fogja tudni, hogy ott S betű van, vagy K betű, vagy egyéb. Neki van egy feladata, ha lenyomják ezt a gombot, akkor ő generáljon egy számot. Ezt a számot továbbítja a rendszernek. Azaz, ha lenyomom az S betűt, a 39-es kódot fogja generálni, amit a billentyűzet továbbít a Linux rendszerünknek, azaz átadja a feladatot. A Linux rendszer, illetve bármelyik rendszer kikeresi az adatbázisból a kékkódot, hogy mit jelent. Megnézi, hogy a kékkód 39, az bizony az S betűhöz van rendelve, és továbbítja a programoknak, hogy S. Azaz van egy írásos, szöveges adatbázisunk, amit a rendszer használ. Ezt fogjuk majd mi manipulálni, és itt fogjuk megadni a rendszernek, hogyha lenyomjuk az XYZ billentyűzetet, akkor ne csináljon semmit. Azaz jelen pillanatban ott tartunk, hogy a rendszerünk, a billentyűt kezelő program a kékkódot megkapva elkiáltja magát a rendszerbe, hogy bizony érkezett egy S. Ő nem tudja, hogy a programok mit tesznek ezzel, ez a programoknak a feladata. Ő neki egyetlen egy feladata van a kékkódból, tehát a 39-es számból csináljon egy S, kis S jelet. Azaz, menjünk is tovább. Továbbítva van a programoknak, amelyek ezt értelmezik. A programok meghallják, észlelik azt, hogy S, kis S. És azt teszik, amit akkor kell, ha kapnak egy ilyen parancsot, hogy kis S. Jellemzően egy szövegszerkesztő szépen beírja a képmezőbe, hogy S betű. Ennyi. De hogyha éppen egy szövegszerkesztőn kívül dolgozunk, ott is vannak S betű parancsok, például az a videóvágó program, amit most használok, ha elkiáltja magát a rendszer, hogy S, akkor ő menteni fogja a projektet. Azaz vegyük végig a gondolatot, a billentyűzet, kékkód generálását nem fogjuk tudni befolyásolni. Az hardveresen megvan adva. Természetesen a programokban meg lehet változtatni, már amelyikben meg lehet változtatni azt, hogyha ő hallja a rendszertől azt, hogy S, akkor mit csináljon? Nyilvánvalóan szövegszerkesztőnél egy sima S kékkódot, vagy betűt, vagy jelet, vagy akármit bizony nem szoktunk megváltoztatni, de előfordulhat az, hogy például a szerkesztő programokban az S lenyomásával megadhatjuk, megadták, hogy bizony ez mentsen, ezt át lehet állítani. Ha az a célunk, hogy simán letiltsunk egy billentyű kombinációt, az nem túl hatékony ahhoz, hogy bizony a programokba tegyük meg, azaz valahol a generálás, azaz egy mechanikus feladat, egy mechanikai feladat, hogy lenyomom a billentyűt és kapok egy kódot, és az értelmezések között kéne az átmeneti adatbázist manipulálni. Ez az adatbázist könnyű manipulálni, Linux alatt minden további nélkül meg tudjuk tenni. Most jelen pillanatban a manipulálás a billentyű letiltásával fog történni.
A keycode megszerzése. Tehát az, hogyha lenyomom az XYZ jelen pillanatban caps lock, illetve az insert billentyű lenyomásáról beszélünk, mert az a cél, hogy azokat letiltsuk, annak a keycode-ját a XEV XEV parancssal fogjuk megkapni. Megnézzük ezt, hogyan működik. Ezt érdemes megjegyezni, ha nincs, akkor telepíteni kell. A megváltoztatása nagyon egyszerű, beütjük azt a parancsot, hogy xmode map, kötőjel L, E, mint elemér, és időzőjelekbe, hogy keycode, a szám, amit kaptunk, egyenlő, semmi, üres hely. Tehát gyakorlatilag a keycode parancsra, tehát hogyha 39-nél eddig az volt, hogy egyenlő S, akkor megadjuk neki, hogy ott bizony a kapott keycode értéke semmi legyen. Azaz neki állítsa el magát, hogy kaptam egy XYZ a példába S betű jelet, azt csináljatok programok azt vele, amit akartok, ami a feladatotok. Azaz egyszerűen megadjuk semmi. Ez a legegyszerűbb. Vannak más módszerek is, de én úgy gondolom, hogy ez a legegyszerűbb, legtisztább. Oké, nagyon egyszerű dolog, letiltottuk a keycode-nak a használatát, a billentyű kombináció, illetve a billentyűnek a használatát, de mi szeretnénk ezt visszaállítani. Ez is nagyon egyszerű, set xkb map, kötőjel option. Ez visszaállítja az alapértelmezett a telepítéskor, vagy utána beállított mappát, azaz azt, hogy melyik billentyű kombinációhoz, melyik billentyűhöz, melyik keycode-hoz, inkább így mondom, mi tartozzon. Ez nagyon egyszerű feladat, mind a kettőt érdemes megtanulni és használni, ha arra szükség van. A visszaállítás nagyon egyszerű. Ha valaki sokat babrálja a keycode-okat, természetesen a setxkb mappot érdemes betenni egy aliaszba, és akkor nem kell az egészet begépelni. Hogy az eredeti adatbázist is megnézzük, az xmode map kötőjel pke parancsot lehet használni. Ezt mindenképp érdemes megtenni, hiszen látjuk, hogy a szerkezete egyszerű, és érdemes lementeni, hogy esetlegesen a későbbiek folyamán tudjuk, hogy melyik keycode-hoz mi tartozik. Érdemes egy picit ebbe is elmélyedni, hiszen például egy törlés parancsot, tehát a delete parancsot meg lehet keresni, hiszen ez egy szöveges szerkezetű fájl, amiben nyugodtan tudsz keresgélni, hiszen egy szövegszerkesztővel megnyitva kikeresheted azt, hogy delete, és akkor meglátod, hogy melyik billentyűhöz van törlési parancs hozzárendelve. Oké, akkor nézzük is meg, mi hogyan működik. Első körben az eredeti fájlt, az eredeti állományt, az eredeti adatbázist fogjuk megvizsgálni, illetve belenézni. Gyakorlatilag érdemes áttanulmányozni, ahogy említettem, hiszen ha ilyesmit szeretnél letiltani, hogy törlés vagy insert, az összes beillesztés, és nem csak az insert gombot, akkor meg lehet keresni, mely gombokhoz mi van hozzárendelve, és hogyha az insertet szeretnéd letiltani, végignézed, vagy végigkeresed azt, hogy hol van insert, és azokat a gombokat letiltod. Nagyon egyszerű a dolog. Beírjuk, hogy xmode map, kötőjel, pke, és enter. Nem mentem fájba, tehát nem irányítom át egy txt fájba, de már lehet látni azt, amit kell. Van egy keycode, ő megvárja, hogy 231-es keycode jön, akkor elkiáltja magát, hogy ezt a feladatot kell ellátnotok. Az, hogy egymás után egy több darab beírás van, illetve parancs vagy lehetőség van, az számunkra jelen pillanatban teljesen mindegy, de érdemes azt tudni, hogy ezek a módosító gombokhoz tartozó dolgok, tehát a shift meg egyéb gomb lenyomásával mit kell neki tenni, hogyan kell viselkedni, mit kell elkiáltani, hogyha leütöd az S betűt, megkapod azt hiszem a 39-es keycode-ot, meg is keressük, 39, igen, itt van, leütöd az S betűt, akkor az első, ha nincs shift, akkor természetesen ő elkiáltja magát, hogy kis S. A programok elvégzik. Ha a shift módosító le van nyomva, akkor a nagy S.
És így tovább, és így tovább, és így tovább. Ha jól emlékszem, 8 ilyet lehet megadni, különféle módosító billentyűk együttes lenyomásával, vagy az FN gomb lenyomásával, vagy az Alt-Grün gomb lenyomásával jönnek elő a következő válaszok a kód megadására. Azaz, így néz ki eredetileg a szerkesztés nélküli, változtatás nélküli állományunk. Ez bizony az, amit te megadtál a telepítéskor, hogy bizony ilyen kódkiosztásod legyen, hiszen ez a kódkiosztás szimbolizálja. A következő gondolat az, hogy vagy ebből a táblázatból kikeresed azt a key kódot, amit leszeretnél tiltani, vagy, ahogy én szoktam tenni, véleményem szerint kényelmesebb, de ezt lehet vitatni természetesen, a XEV parancs, XEV parancs használatát Enter, megjelenik egy fehér téglalap, amibe éppen lehet hát egy ilyen kis négyzetet látni, ami nem túl izgalmas. Azt már észlelitek, ha mozgatom az egeret, akkor itt különböző kiírások vannak, gyakorlatilag milyen feladatunk van. Az első feladatunk az, hogy megkeressük a Caps Lock billentyűhöz tartozó kékódot. Hogyan kapjuk meg, leütjük a Caps Lock billentyűt, és kiír nekünk valamit. Itt a végén lehet látni, hogy ő neki az a kékódja. Itt van, hogy 66. Nagyon egyszerű. És milyen parancsot küldő el? Azt is kiírja, hogy Caps Lock. Ha valamilyen furcsább kombinációt szeretnél, ami a Alt-Grün vagy egyéb lenyomásával kerül elő, vagy különböző egyéb módosítókkal kerül elő, akkor azt is meg tudod nézni, hogy Alt-Grün, és leütöm a kettest, akkor bizony ő nekünk a Deat Karon elnevezésű akármit fogja kiadni, tehát ezt a képet fogja megrajzolni a szövegszerkesztőbe, azaz, hogyha ezt szeretnéd valami más billentyűhöz, erre is van lehetőség hozzárendelni, akkor természetesen kell tudni a billentyű, amit használni szeretnél, kékódját, jelen pillanatban a Caps Lock-nak a 66, az S-nek azt már fejből tudjuk, hogy 39, azt kell tudni, meg azt, hogy milyen parancsot küldjön el, a rendszereknek mit kiáltson el az a rendszer, abban a pillanatban, amikor azt a billentyűt lenyomjuk. Oké, jelen pillanatban megkaptuk a Caps Lock-nak a kódját, az a 66, és hogyha már egy kicsit haladjunk is, az insertét is megkeressük. Mit csináltam? Lenyomtam az insert gombot, és ő kiírta nekünk, hogy az a 118, ezt egyébként fejből is lehet tudni, hiszen gyakorlatilag erről már volt cikk, illetve hát aki ilyesmit már csinált, letiltogatott ezt, azt, nyilvánvalóan az insert gombot, a kapszlokot szoktuk letiltogatni, meg még egyebet is, hogyha nem kell, hogy azt átírni. Azaz, megvannak nekünk a kódjaink, és ezen túl már mit kell csinálni? Megadjuk a parancsorban azt a parancsot, hogy ezen túl a 118-as kód érkezésekor ne azt kiáltsd el, hogy insert, hanem semmi. Semmi. Ezt meg kell adni. Hogyan? Hát természetesen a megfelelő parancs beírásával, de előtte ezt én bezárom, biztos, ami biztos, ne fusson semmi ilyesmi. Csinálunk egy táblatörlést, majd szépen begépeljük, hogy xmod map kötőjel, idézőjelek, kode 66 egyenlő semmi, és leenterezzük. Láthatóan nem történt semmi, de már én azt tudom, hogy hiába ütögetem a kapszkódot, nem fog az változni semmit. Arra azért nagyon-nagyon-nagyon figyeljetek, hogy ha valami billentyűt letiltotok, az nem működik. Ez természetes. De ha ilyesmit tiltasz le, például a numlockot, akkor természetesen funkciót vesztesz. Tehát oké, jó dolog, hogy sok mindent le tudunk tiltani, de azért át kell gondolni, hogy azt használjuk, vagy nem. Hasonlóképpen azt is át kell gondolni természetesen, hogy ezekhez a billentyűkhöz, ha esetleg mást rendelünk, más parancsot rendelünk, más lehetőséget, akkor az eredetit nem tudjuk használni. Azaz, ennyi volt az egész. A következő lépés természetesen az insert letiltása, megnyomjuk a parancsot felfele nyilacskával. A történetet már csak áttérjük, hogy keycode 118,
8, és leenterezzük. Megint nem történt semmi, gyakorlatilag elvégeztük a feladatot, nem teljesen végeztük el a feladatot, kipróbálhatjuk azt, hogy ezek működnek-e, természetesen, hogyha ezt a metódust folytatod, utána egyértelműen működni fog, ez ki van próbálva, ez a hivatalos eljárás, ha azt rendesen megcsináltad. Igen ám, de mi van akkor, hogyha te kikapcsolod a gépet és újraindítod a rendszert? Természetesen a gép nem fogja tudni megjegyezni azt, hogy te bizony ebbe belenyúltál, tehát nem írtad át véglegesen a dolgokat a legtöbb esetben, hanem gyakorlatilag csak röptében, jelen pillanatban módosítottál. Így ezeket a parancsokat érdemes az autostartba, az automatikusan indítandó feladatok közé beírni. Hát ezek ott vannak, ala a te rendszeredben vannak, tehát erre jó előremutató dolgot nem tudok tenni, tehát nem tudom megmondani, hogy a te KDE-edbe hogyan indul ez, vagy esetleg hogyan lehet azt átírni. Én azt megmutatom, hogy nálam hogyan vannak, az X profilba érdemes beletenni, még nincsenek benne, hiszen jelen pillanatban az új billentyű, illetve egyéb dolgokat rendezgetem, ide beírogatod a két parancsot, és utána már teljesen biztos, hogy úgy fog indulni a gép azonnal, amikor feltölti a rendszert, hogy ezek a billentyűk le vannak tiltva. Nagyon egyszerű a dolog. Természetesen az előzőekben elmondtam azt, hogyan lehet visszaállítani röptébe menet közben az eredeti beállítást, azt is ki lehet próbálni, és utána már az eredeti, azaz visszakapcsolt billentyűkkel tudsz dolgozni. Oké, köszi szépen, hogy meghallgattatok, és jó billentyűletiltást kívánok mindenkinek. Sziasztok, sziasztok!